A fűtési szezon előtt érdemes megvizsgáltatni a kéményeket, kályhákat és a kazánokat, hogy a szükséges javításokat el lehessen végezni. Az egyik leggyakoribb probléma, hogy a kémények nincsenek megfelelően karbantartva. A lakossági kéményseprés tavaly ingyenessé vált, így érdemes a korrekcióra odafigyelni és időben igénybe venni. Ez általában a fűtési szezon megkezdése előtt, szeptemberben válik aktuálissá a legtöbb háztartásnál. Ha azonban nem figyelünk oda, komoly károkat okozhatnak a kezeletlen kémények, füstelvezetők és vegyes tüzelésű kazánok. A lerakódott égés termékek gyulladást okozhatnak. Több mint 100 esetben riasztották a tűzoltókat megyeszerte ilyen jellegű eseményekhez ebben az évben, illetve ugye a gáz tüzelésű berendezések esetében pedig a kémény állapotát két évente ellenőrzik a kéményseprők. Ez azért is fontos, mert a visszaáramló égéstermék, mondjuk ha nincs meg a húzatja ennek a gáz tüzelésű berendezésnél a kéménynek, akkor ugye szénmonoxid mérgezés veszélye fennáll. 23 ilyen eset volt 2017-ben megyeszerte, és 5-en sérültek meg ilyen eseteknél. Szerencsére halálos kimenetelű baleset nem történt. A katasztrófa védelem felhívja a lakosság figyelmét, hogy nem csak a kémények felülvizsgálatát kell elvégezni, fontos beengedni a kéményseprőt, és a készülékeket is karban kell tartani. Gáztüzelésű berendezéseknél a szénmonoxid érzékelő használatát ajánlják, hiszen, ahogy idén több esetben is bebizonyosodott, életet menthet.